Köszöntöm nézőinket! Önök a hétköznapokon jelentkező Budakalászma hírmagazinunkat látják. Elsőként jöjjenek kiemelt híreink röviden. Hév engedmények. Díjmentesen utazhatnak az egészségügyi dolgozók, valamint az orvos és egészségtudományi képzésben résztvevők. Egészségfejlesztési iroda. Szülőakadémia címmel online indult program. Baleset. Betonvillanyoszlopnak ütközött egy személyautó. Ismét díjmentesen utazhatnak a hévvonalak Budapest és agglomerációs szakaszán az egészségügyi dolgozók, valamint az orvos, illetve egészségtudományi képzésben résztvevő, a koronavírus világjárvány elleni védekezésbe bevont hallgatók a járványügyi helyzetre tekintettel. A dolgozóknak ehhez a személyazonosságukat igazoló okmányra és a munkáltatójuk által kiállított igazolásra van szükségük, a hallgatóknak pedig ezen felül egy a felsőoktatási intézmény ményüktől származó igazolásra. Szülőakadémia online. Minden hétfőn egy-egy érdekes témával várják a szülőket, nagyszülőket és az érdeklődőket online. A program zárt Facebook csoportban van, ahol a résztvevők rövid előadásokat láthatnak, és feltehetik a témával kapcsolatos kérdéseiket, melyekre az egészségfejlesztési iroda szakemberei válaszolnak. Online is segítik a szülőket a Szentendrei járás egészségfejlesztési iroda munkatársai. Szeretnének minden korosztálynak különféle előadásokat készíteni, illetve Google Meet beszélgetéseket tartani. Nekünk is egy elég nagy és fontos gondunk az, hogy az egészségfejlesztési iroda ebben a második COVID hullámban is tudjon működni, és igyekszünk minden olyan profilt megtartani, amelyek az első időszakban, hát nyilván élőben mentek. Az első COVID hullám idején már elkezdtünk átállni az online módra, és most már csak tulajdonképpen ezt pontosítjuk, vagy tesszük használhatóbbá. És mivel az egyik fontos eleme az EFI munkájának a szülőakadémia, amely nem mellesleg nagyon sok embert vonzott a sokféle korosztályt érintő sokféle témája miatt, így alapvetően gondoltuk, hogy ezt ilyen módon is tovább folytassuk, és így jött létre a digitális forma, amelyet úgy tűnik, hogy fogunk tudni jól használni. A kamaszok elvesztik a szociális kapcsolataikat és a mozgási lehetőségeiket, ami miatt nagyon sokan szomorúak és dühösek lesznek. Továbbá a dietetikus és az egészségtantanár folyamatosan készít videót, hogy hogyan tudják megóvni testi egészségüket, és hogyan tudják rendben tartani az étkezést a kamaszok és a felnőttek. Most készülünk, és ez nagyon fontos lehet a COVID második hulláma idején, hogy a bullyinggal foglalkozunk, vagyis hát az iskolai, hát nem mondanám, hogy bántalmazásoknál, de hát az iskolai agresszióval, a csúfolódásokkal, a zaklatásokkal, amelyek különféle szempontból érhetnek minden korosztályt, és amely azért is kitüntetett téma, mert a pandémia idején ezek a tendenciák megerősödnek. Tehát amíg a gyerekek járhatnak egyáltalán az intézményekben, mert még nyitva vannak, amelyek még nyitva vannak, mert most már lassan ugye zárnak középiskolától lefelé. Igyekszünk segíteni mind a pedagógusoknak, mind a szülőknek abban, hogy ezt hogy kezeljék jól például, mert nagyon megszaporodtak ezek az iskolai, meg óvodai csúfolódások, zaklatások, akár a COVID-dal kapcsolatban is, ez egy nagyon fontos probléma. Akkor egy másik problémára is érzékenyek vagyunk, nevezetesen, hogy a családi élet és intimitás és kommunikáció a COVID idején, tehát hogy az otthoni légkör fenntartásában a komfortérzet megőrzése, mert mit tudnak tenni a szülők a gyermekekért. Nagyon fontos kérdés a digitális oktatás. A legtöbb pedagógusnak és szülőnek ismét szembe kell néznie, és meg kell birkózni az online oktatás formájával. Ebben szintén kérhetik az EFI dolgozóinak a segítségét. Mi igyekszünk nem csak ezekben a beszélgetésekben, ami esetleg chat is lehet segíteni,
hanem rendszeresen irodalomfigyelőt tartunk fenn, és különféle témákról nagyon jó minőségű irodalmakat viszünk be a Facebook oldalunkra, tehát linkeket adunk közre a szülők számára, amelyet elolvashatnak, és hát kérdezhetnek is róluk. És ez azért nagyon hasznos, mert így országos merítésű az, amit csinálni tudunk, mert ugye nagy segítő oldalakról vesszük természetesen a jogi szempontok figyelembevételével az anyagainkat, és így rendszeresen adott témában, ha valaki érdeklődik, akkor tovább is tudjuk léptetni, és hát a szülőkkel egy eleven kapcsolat van, amely adott problémával is foglalkozik, amit ő felvett. Tehát nem csak általánosságban igyekszünk segíteni, hanem konkrétabb nevelési helyzetekben is tanácsokat adni, amelyeket ő aztán a gyakorlatban meg tud valósítani, hát tudja használni végül is, és hát ez iránt úgy érzem, hogy meglehetősen nagy igény mutatkozik, mert nagyon sok szülőnek adódnak a munkahelyi problémái miatt is, az otthoni tanítás problémái miatt is, mindenféle kérdései, gondolatai, amit örülnek, hogy segítünk megoldani. A szülőkonzultáció segítő terápiás partnerség, amelyben együtt megtalálhatják az okokat és elháríthatják az akadályokat, melyben az EFI dolgozói lesznek mindenki segítségére. A szülőknek kell rendelkezni azzal a képességgel és szándékkal, hogy tegyenek a változás érdekében. Itt egy nagyon karakteres változás állt be. Tudnélik, az egészségfejlesztési iroda pályázata lezárult, és innentől kezdve a Szentendre Egészségügyi Intézményei tartják fent ezt a bizonyos kötelező fenntartási időszakot, és hát szerencsénk, hogy a főigazgató úr ezt fontosnak tartotta, hogy megmaradjon ez a járási iroda, és még 3 évig tud működni mindenképpen, tehát ez nagyon jó hír, mert lehetett volna az is, hogy megszűnik. Ezt a hosszú mondatot azért mondtam, mert ebből következőleg most 5 munkatársa van az EFI-nek. Az irodavezetőnk Huszárné Kürti Éva, aki egészségtantanár is, tehát most ebben a minőségében is fog dolgozni, akkor Tóth Eszter, aki amellett, hogy segíti a szervezést, és nagyon pontos, precíz ember, ezen túl dietetikus is, mert hogy neki mesterdiplomája van dietetikából, és 3 vagyunk pszichológusok, ez a Lelki Egészség Központ, amelynek én vagyok a vezetője, és 2 kollégámmal együtt dolgozom, és azt hiszem, hogy nagyon jó hangulatban és jó minőséggel a világ ellenére is akár. Ők Lehosik Marian, aki a Móricz Zsigmond Gimnázium iskolapszichológusa, és Fogarasi Bea, egy fiatal kolléganő, aki számítógépes zseni, mint mondtam, és nagyon sokban segíti a munkánkat, de amúgy meg nagyon képzett mesterdiplomás pszichológus is. A különböző témájú csoportokat megtalálhatják a Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Iroda Facebook oldalán, ahol a csatlakozás a csoporthoz gomb megnyomásával önök is tagok lehetnek. A Facebook oldalunkon lehet bejelentkezni, ez mind közlés, hogy most is be lehet kapcsolódni, de több csoport van, amely már működik, vagy indulóban van. Egy csoportnak a tagjai azok limitáltak, mert ugye pontosan a technika miatt, és olyan 9-10 ember kapcsolódhat bele az egyes csoportokba. A közeljövőben indítunk körülbelül élesben 6-7 csoportot már a járási szinten, tehát a járás szintjén, és hát az online megkeresések meg a Facebook oldalon az irodalmak akár 100-on felüli embert is vonzhatnak, és hát tudnunk kell azt is, hogy ez egy folyamat. Tehát ahogy beindítjuk a csoportjainkat, folyamatosan csináljuk az újabbakat, és ehhez nagyon-nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy a felhasználók igényei szerint is kitalálva,
Tehát, hogyha egy szülőnek van speciális ötlete, kérdése, vagy szakértője egy témának, akkor az ő instrukciói vagy ötletei alapján is készséggel indítunk csoportot, ami azért fontos, mert ilyenkor a magukénak érzik ezt, akik részt vesznek benne, tehát nem egy ilyen elefántcsontornyos pszichológia zajlik itt, hanem nagyon is közönségorientált, és hát ettől is reméljük, hogy minél többen kapcsolódnak be a munkánkba. Az online ingyenes csoportokban minden érdeklődő csatlakozhat, ahol a kérdésekre választ kaphatnak az EFI munkatársaitól. Beton villanyoszlopnak ütközött november 10-én éjszaka Budakalászon a Pomázi úton egy BMW típusú személygépkocsi. A gépkocsiban két fő utazott, ők sérülés nélkül úszták meg a balesetet. A pomázi önkéntes tűzoltók a sérült gépkocsit áramtalanították. Nem hivatalos információink szerint ezt az autót látták többen is éjjelente driftelni a József Attila utcai körforgalomnál. Egy hete zárult Bot Miklós kétszeres fonogramdíjas zeneszerző, Ismeretlen Ukrajna című kiállítása a Kóskároly Művelődési Házban. Vajon milyen aktívan él a népzene a Kárpátok közelében? Honnan ered és hogyan születik meg egy-egy dal? Ezekre a kérdésekre kaphatott választ a közönség. Több mint 5 éves munkaképeit és egyben történeteit láthatták az érdeklődők a Kóskároly Művelődési Házban, az Ismeretlen Ukrajna című kiállítás keretében. Bot Miklós, magyar aranyérdemkereszttel kitüntetett kétszeres fonogramdíjas zeneszerző és egyben szenvedélyes népzenegyűjtő is. Legutóbb augusztusban töltött egy hónapot a Kárpátokon túl, hogy tanulmányozza az ukrán népzenét. De hogyan kapcsolódik össze a fotó és a népzene világa? A népzene ugye nem önmagában van, hanem különböző társadalmakban, közösségekben van jelen, ami azt jelenti, hogy most jelen esetben ugye itt Ukrajna falvairól van szó, amit most ugye, hát nem tudom, 2014 óta rendszeresen járunk ki terepmunkára. És ezeken a gyűjtéseken, amikor a dalokat rögzítjük alapvetően, akkor hát ugye rendszeresen emberekkel találkozunk, sőt, valójában rendszeresen embereknél alszunk, mondjuk, mert nagyon sokszor hotel se találnánk, meg nem is feltétlenül akarunk. És akkor ezeknek a vendéglátásoknak lényegében egy ilyen szürete ezek a fotók, ezek az emberekkel, akikkel ott találkoztunk, ezekből hoztunk el történeteket, és hát ilyen fotóként vizuális tartalmakat. Ugye mindig fotóhoz tartozik egy ilyen kis történet, egy ilyen leírás, amitől lényegében az embereknek a történeteiből próbáltunk meríteni, tehát hogy valahogy egy kicsikét többet mutatni meg a dalokon túl ezekből az emberekből és az otthoni életükből. Nagyon sok hasonlóság és nagyon sok különbség is van, de azért azt kell mondani, hogy ezek ilyen paraszti társadalmak, ugye mi a falvak népeihez járunk leginkább, tehát nagyon-nagyon sok hasonlóság van a magyar volt, magyar valahai magyar parasság világához képest. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Ukrajnában gyűjtünk, akkor valójában sokkal inkább egy közös európai értéket találunk, és ebből adódóan nagyon izgalmas az, hogy mondjuk az ott lévő szokások, az ott lévő dalok, azok mennyi mindenben összhangban vannak akár a magyarokkal. Bot Miklós zeneszerző életében a népzenei emlékek gyűjtéséhez kapcsolódva jött a fotózás, hiszen amit látott, megélt, a határon túli területeken szerette volna minél több személyhez eljuttatni. Aki tud fotózni, az ismeri ezt az érzést, vagy ismeri ezt a szemléletet, hogy amikor van egy ilyen fotószemlélet is, hogy amikor az ember mondjuk terepen van, akkor mondjuk hiába mi népzenéket gyűjtünk, egyfolytában az ember észreveszi azokat a pillanatokat, amit mint fotósként is hazavinne. Nos, tehát ez lényegében ez egy nagyon érdekes ilyen éber állapot, amikor ott van az ember, és nem csak mondjuk a zenével foglalkozik, hanem a vizuális dolgokkal, és akkor ez lényegében kitölti az ember mindennapját. A gyűjtések maguk azok filmekre rögzülnek, tehát igazából ott is egy nagyon sok vizuális élményt kap az ember. Hát én a fotók az nekem sokkal inkább a gyűjtések előtt vagy után lévő történésekből tevődnek össze. Tehát, mint mondtam, tényleg ezt úgy képzelje el az ember, hogy mondjuk ott alszunk egy kicsi házban, egy pici faluban, és akkor az asszony mondjuk reggel elkezd nekünk ott főzni, meg ilyen egészen elképesztően érdekes, mit tudom én, kertje van, stb. És akkor ebbe elkezdem lefotózni őt, ahogy éppen keresi a paradicsomot, a nem tudom én, és ezekből, és közben mesél, nagyon sok történetet veszünk föl,
és ezeknek a kombinációja lényegében ez a kiállítás is. A kiállítás finisszázsán jelen volt Sebő Ferenc, Kossuth díjas népzenész, népzenekutató, a Magyar Táncház Mozgalom megalapítója, a Sebő Együttes vezetője, aki a közönséggel is megosztotta gondolatait. Minden gond nélkül használják és élnek vele, és lassan kibontakozik az a lehetőség, hogy ez nem csak egy színpadi produkció, hanem otthon, házi buliba, bárhol a lakodalomban lehet használni, mert nagyon jó rá táncolni, nagyon jó a zene. Szóval nem egy rezervátumba zárt valami, nem csak egy színpadra elképzelt produkció, hanem a hétköznapi életünk része. És akkor megnyertük a csatát, mert erről volt igazából szó. Hogy legyen valami, ami a hétköznapi életünket is segíti. És hát persze, hogy szenvedélyes lesz az ember, ha ezzel foglak, mert érzed a felelősséget, hogy ez nem akármi, hát ez nem csak az, hogy valamit kaptunk, aztán kidobjuk, aztán megyünk tovább. Ez egy olyan fajta megörökölt kultúra, amit nagyon sok embernek köszönhetünk, hogy megmaradt egyáltalán. Egyrészt a parasztság kultúrájának, a cigányoknak rengeteget köszönhetünk, akik ezt hangszeresen művelték napjainkig, és sorolhatnám, mert még zsidózenészek is voltak ugye Szatmár környékén, azok vitték tovább. Szóval nagyon-nagyon sokféle népfaj, meg nép vett részt ebbe az európai popzenei divat kialakításba, és ugyanakkor ezek még nem csak az, hogy szórakozni lehet vele, hanem még a régi zenére is visszavezetnek minket, tehát a barokk zenének a technikáját, a stílusait őrzik, és akkor a barokk vonos négyest is másképp kell játszani, hogyha ezeket igazából hasznosítjuk. Tehát nagyon sok kulturális haszna van ennek a örökségnek, és ezt a mi nagyjaink, tehát Bartókot szoktuk emlegetni, meg Kodályt, meg a Lajtát, meg a többi, ezek felismerték, hogy ez nem akármi. És ha nem játsszák, akkor is leírjuk majd, hát ha játsszák. Hogyan alakult át a népzenegyűjtés Kodály Zoltán és Bartók Béla korszakától napjainkig? A Bot Miklós kutatása annyiban más, hogy nagyon jó technikai eszközei vannak. Ha Bartóknak ilyen eszközei lettek volna, nekünk ma semmi dolgunk nem lenne. Szegény az mit küzdött azzal a fonográffal, meg a borzalmas eszközöket, de még mi is több kilós cuccokat cipeltünk a határon át, és ott, szóval nehéz volt szalagokkal bibelődni. Most meg olyan könyv, telefonnal megcsinálja a felvételt. De a Miklós különben abban nagyon-nagyon kiváló, hogy elsőrangú technikát csinált a saját költségéből. Tehát amit itt ő most felvesz, az világszínvonalon megállja a helyét. A szólamokat külön tudja választani a több szólam a énekeknél. Szóval ilyet mi nem tudtunk. Jobb lett volna, mi is tudtunk volna. De hát ez így alakult. Mindenesetre mi avval dicsekedhetünk csak, hogy meg tudtuk oldani azt, hogy meg lehessen tanulni ezt a zenét. Tehát még akadtunk olyan emberekre, akik ezt még zsigerből csinálták, és megtanultuk hozzá a technikát is. Mert ez volt a nagy újítás, hogy nem csak a dallamokat torzítjuk elé, úgy amúgy a művészi ihletünk hatására, hanem a technikát is megfigyeltük, mert ez egy barokk technika, amiket ezt játsszák. Istenem, hát a jazz meg lehet tanulni, akkor ezt is meg lehet tanulni. Csütörtökön este Bot Miklós az utazás során szerzett személyes élményeit is megosztotta a közönséggel. Így az érdeklődők közelebbről is megismerhették az ukrán népzene képviselőit, énekeseit. Végül a várható időjárásról. Pénteken a felhős ködös reggelt követően helyenként előbújhat pár órára a nap. Máshol tartósabban megmaradhat a réteg felhőzet, időnként gyenge szitálás sem kizárt. Továbbra sem lesz jelentős a légmozgás, délután 7-13 fok valószínű. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Ismét díjmentesen utazhatnak a hévvonalak pesti és agglomerációs szakaszán az egészségügyi dolgozók, valamint az orvos, illetve az egészségtudományi képzésben résztvevő, a koronavírus világjárvány elleni védekezésbe bevont hallgatók. Szülőakadémia online. Minden hétfőn egy-egy érdekes témával várják a szülőket, nagyszülőket és az érdeklődőket, az EFI szakemberei. Betonvillanyoszlopnak ütközött Budakalászon a Pomázi úton egy személygépkocsi. Az autóban utazó két fő sérülés nélkül úszta meg a balesetet.
Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalász műsorát, mert hamarosan kezdődik Fogadó óra című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tvbudakalászon. És megtalálnak bennünket a közösségi oldalakon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Én munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!